Előadónkat, a kutatócsoport külsős munkatársát, és egyben a Frissen doktorát Jávor Miklós szeretném felkérni előadása megtartására. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy így a hang az hallható lesz-e. Én ugyan... Igen? Ott is hallják. Jó. Én ugyan nem készültem PPT előadással, ugye mint friss doktor, számos olyan személy ül itt, akitől idéztem, illetve hivatkoztam a eddigi munkáim során. Ez kicsit mindig olyan nehéz helyzet, hogy mintha kilépnének ezekből az írásomból, és jönnek engem leellenőrizni. Úgyhogy ha az előadás elején a hangom egy két oktávval följebb van, mint szokott, akkor ezért van, mert a tekintetek sugarában sokszor nem olyan egyszerű. Illetve a másik nehézség az az, hogy elég komplex módon foglalkoztam ezzel a témakörrel, és ugye ezt egy 20 percben összeszűkíteni, ugye ahogy a cím is eléggé általános, hogy mik ezek az önellentmondások a Kádár-rendszer egyházpolitikájában. Ez nagyon nehéz, éppen ezért én úgy azt a módszertant választottam, hogy alapvetően a leginkább szemünk előtt lévő, de ki nem mondott, a korszakban sem kimondott és feloldott szellemi kategóriái ellentmondásokra koncentráltam a Kádár-rendszer egyházpolitikáján belül. Ugye ezek már jól kimutathatók a úgynevezett Kádár-rendszer genezise, keletkezése során, és talán felvezető gondolatokként azzal szeretném kezdeni, hogy amikor ugye az ember egyházpolitika történettel foglalkozik, illetve erről próbál gondolkodni, akkor ugye mindig találkozik ilyen a mai olvasó, a mai kutató számára a már nagyon furcsán hangzó kifejezésekkel, ilyenekkel, hogy ugye radikális reakció, vallásos világnézet, szocialista embertípus, tudományos szocializmus, és ugye alapvetően nagyon kevés helyen vannak ezek definiálva, ez egy nyilvánvaló nehézség az, hogy idézőjelesen átvenni át lehetne, amikor úgy dúlva a levegőben, ezért én a kutatásaim során mindig nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy ezeket a kifejezéseket, szókapcsolatokat, amikor korszak szocialista rendszerének a frazeológiáját alkották, ezeket minden esetben próbáljam magyarázni és ugye kontextusban helyezni. Ugye a klerikális reakció fogalmáról csak nagyon röviden Cigány Lóránt irodalomtörténész írta, hogy ugye mind a reakciós, mind a klerikális szó már 1945 előtt is a magyar szókészletnek a része volt, de így módon kizárólag 1945 után alkalmazta a kommunista diktatúra, és ugye itt idéztem azt is, hogy már Révai József, ugye a nagy kommunista ideológus már 1946-ban azt írja, hogy reakciós az, aki nem kommunista. Tehát innentől kezdve, hogy a korszakban hogy értették ennek a kifejezésnek a használatát, ennek csak egy szegmense volt, amit az egyházra használtak, aztán ugye későbbiekben már nem csak a katolikus egyházra, hanem a protestáns egyházakra is vonatkoztatták. Ugye a szocialista embertípussal kapcsolatban pedig annyit, itt talán a sok közül még egyszer mondom, Tőkés Rudolftól való elemzést tudnám kiemelni, aki ugye azt mondja, hogy nem lehet azt tudni, hogy akár Rákosi, akár Kádár, vagy a kommunista ideológusoknak ez a széles köre egy pillanatig is komolyan vette ezt a szocialista embertípusért folytatott úgynevezett harcot, és ugye azt mondja, hogy az biztos, hogy volt a magyarországi szocialista rendszernek ezzel kapcsolatban egy úgynevezett ilyen ővrista, ugye ez a franc
francia szót használja Tők és Rudolf, elkötelezettsége, ami azt jelentette, mindjárt lefordítom, hogy ez egy faj, ugye felállították azt a kritériumrendszert ezekkel a műkifejezésekkel, hogy mitől, mik azok, azok az attribútumok, az a viselkedésmód, az az értékrend, amitől valaki besorolható a szocialista embertípusba, és ugye gyakorlatilag ezt úgy használták föl, hogy folyamatosan monitorozták azokat az embereket, akik ebben a körbe bekerültek, hogy igyekeznek-e ennek megfelelni, és ugye Tők és Rudolf rátapított a lényegre, hogy ez egy szűrőrendszerként működött a különböző pozíciók betöltése kapcsán. És ugye egyházpolitikai szinten pedig szintén egy kulcskifejezés a tudományos szocializmusnak a kérdése, ugye ez az, amivel még felületes kutatások alapján is nagyon gyakorta találkozhatunk, és ugye itt pedig Paul Johnson emeltem ki, aki azt írja erről a szókapcsolatról, hogy abszolút nincs értelme tudományos szocializmusról beszélni, hiszen történetesen a második világháború nem a szovjetek, illetve az angol-szerb szövetségi rendszer, de most itt maradjunk a szovjeteknél, hanem Hitler nyeri, akkor nyilván, hogy a érdekszférájában tartozó országokban, ugye amiket ők csatlakozott, ezt a kifejezést alkalmazta, hogy csatlós országok, e köré is gyártottak volna széleskörű tudományos narratívát, és ugye ennek a lényege az nem is a tudományos vita, írja Paul Johnson, hanem ugye a kinyilatkoztatás, és gyakorlatilag a megbélyegzés, hogy amit én mondok, az tudományos, amit ti mondtok, az pedig nem tudományos. És ugye itt ide kapcsoltam még Reinhard Koselleknek is a gondolatait, aki pedig ugye az aszimmetrikus ellentétvárakról ír. Ő azt mondja, hogy nagyon fontos arra odafigyelni, hogy aki bizonyos deklarált politikai értékek, ideológia nevében lép föl, az ugye minden esetben körvonalaz egy világképet, megnevezi önmagát, kijelöli az ellenfeleit, és utal a kívánatos társadalmi valóságra. Ugye ezt látjuk itt a szocialista egyházpolitikában is, hogy ez a Koselleki prognózis, ez minden eleme 100%-ban megvalósul ennek. Amit nagyon fontosnak tartok elmondani, és aztán a konkrét belső önellenmondásokra is rátérünk, az az, hogy ugye abban a korszakot kutatóknak a nagy része az egyetért, hogy 1945 és 56 közötti időszak az traumatizálta a magyar társadalmat, 1956 különösen, és ugye ezek a harcok, majd a forradalomnak a vérbefolytása, és ugye ennek is köszönhető az, hogy a kádári restauráció, ami ugye a 1956. október 23-a előtti állapotoknak a visszaállítását tűzte ki célul az egyházpolitikában, az ugye nem kis részben a történelmi egyházakat, felekezeteket okolta azért, hogy 1956 az megtörténhetett, és ugye pontosan ennek a traumának a következtében, amit a kommunista diktatúra, a sztálini szakasz, valamint az 56-os forradalom harcai és a forradalom véres leverése, amit a megtorlások jelentettek, ugye volt egy olyan típusú félelem az új kommunista vezetésben, hogy a tömegek a traumák következtében újra a vallásosság felé fordulnak, és az egyházak felé fordulnak, és ugye a kommunista ideológiával szemben a vallásos értékrend formál a társadalomnak. Ezért ugye azt írja a Stefanov Ottoni, hogy egy ideológiai téren is akartak venni az egyházakon, és ugye erre jött rá az SKP 21. kongresszusa, aminek ugye a tézisei azok tartalmazták az úgynevezett ideológiai harc felelősítését. Ugye Kalmár Melinda a történelmi galaxisok vonzásában című művében, ami Magyarország és a szovjet rendszer kapcsolatát tárja fel rengeteg forrás feldolgozásával, ír erről, ugye az atomhelyzet beállása következtében értékelődött
tartalmaztam a disszertációmban, hogy ugye 1956 az egyházak szerepvállalása, az ezt követő helyzetértékelése, újra berendezkedő kommunista diktatúrának már eleve teremtett egy ilyen atmoszférát, amire az SKP 21. kongresszusa ráerősített. Amit kiragadtam, egyébként fontosnak tartok megvilágítani a belső ellentmondásosság kérdésében, az ugye az, hogy azt mindenképpen onnan kell indítani, hogy 1956 után az egyházak, azok az úgynevezett béke munkában részt vettek. Ekkoriban leginkább arról beszélnek, hogy az egyházak és a magyar állam közötti észszerű együttműködésről van szó. Tehát, hogy ugye úgy indul a katolikus egyház részéről, hogy támogatja a Magyarország kormányát a magyar emberek jólétére irányuló minden törekvésében. 1957-ben alakul meg egyébként az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága, ezt megelőzően pedig a Református és Evangélikus Bizottság, 1958-ban pedig a protestáns egyházak csatlakoznak a prágai keresztény békekonferenciához. Tehát nagyon röviden ezek a keretek. Na most itt azokról az egyháziakról szeretnék beszélni, akik egyébként úgymond túlteljesítettek ebben az elvárt béke tevékenységben. Itt szeretném kiemelni Horváth Richárdot, aki 1963-ban Keresztény ember a Málban címmel könyvet is adott ki, ami egyébként nyugatról nagyon komoly kritikát is kapott a nyugati emigráció köreiből. Csak egy kiidézett mondat, hogy nem csak a fasiszta embertelenség alól szabadított fel bennünket az új világnak nagy hadserege, a szovjet hadsereg, nem csak attól, hogy nálunk ne öljenek meg több ezer katolikus papot Lengyelországban, hanem belsőleg is sok mindentől szabadított fel mindaz, amit ez a hadsereg képvisel, hozott és jelentett. Ugye ezt írja 1963-ban Horváth Richárd, tehát gyakorlatilag az, hogy vannak, hogy hogyan zajlottak le az egyházüldözések, vagy hogyan zajlott le az 56-os forradalomnak a vérbefolytása, az, hogy 1945-ben Vidműben felszabadítás színvonalat a szovjet hadsereg, ez semmifajta helyet nem kapott az ő elemzésében. De ugyanígy azt meg kell jegyezni, a protestáns szempontból pedig voltak olyan lelkészek, akik egyébként még 1945 előtt is azonosultak a valami fajta progresszióval, volt, aki egyébként a kommunista ideológiával is, de ilyen volt például Berecki Albert is, aki egyébként az ellenállási mozgalom tagja volt, és amit nem csak magyar, hanem nyugati viszonylatban is fontosnak kiemelni, hogy egyébként akár ha Berecki Albertet megnézzük, vagy akár mondjuk nyugaton Dr. Martin Niemöller, akkor nagyon jellemző ezeknek a protestáns a köreiben, hogy nagyon helyesen fölismerik a nemzeti szocialista, tehát a hitleri rendszer emberellenességét, és elítélik ezt keresztény szempontból, de ugyanezt már a kommunista diktatúrával kapcsolatban nem hajlandóak semmilyen szinten sem megtenni. Na most ami nagyon fontos, hogy egy kulcs fogalom volt, vagy kulcs motivuma volt az 56 utáni helyzetnek, hogy a békepapi mozgalom felélesztésén túl, ugye a békepapi sajtónak az új elszervezése, és ugye itt is csak kiragadva szintén itt ebből a rengeteg mindenből, olyan egészen képtelen szavakcímeket közöltek, hogy a vidéki alsópapság tömegei követelik azt, hogy ugye a megyei szintű békemozgalmaknak az újjászervezése az még nem kielégítő ütemű. Tehát azért ilyet állítani, hogy ezt papoknak, a vidéki alsópapságnak a tömegei követelik, ez egy hatalmas túlzás, és szintén egy olyan belső ellentmondás, hogy egy kicsit is figyelemmel kísérte ezt az egyházpolitikát, az nyilván tudja, hogy semmi soha szó sem volt, de akár idézhetnénk ide Győri Jelenél Dunántúli református püspököt, aki ugye az 50-es évek
végén még úgy nyilatkozik, hogy az 1948-as állam és egyház között kötött egyezmény az Istenre figyelő hit és a Szentlélek által megvilágított lelki emberek felismeréséből származott. Tehát azért az, hogy még egyszer mondom, még ha adott körülmények között is, még ha egy reális gondolatban is táplálkozik az a felismerés, hogy 56-ot követően ebben az úgynevezett béke munkában részt kell venni a különböző felekezeteknek, azért ez egy hatalmas nagy belső ellentmondás, hogy egyházi emberek azok ilyen hangnemben és ilyen szintig mentek ebbe el. Na most, amit még szeretnék érdekességképpen megjegyezni, egy nagyon fontos stratégia volt, főképpen a katolikus körökön belül lehet ilyen tapasztalni, hogy ugye azt mondták sokan, hogy nagyon szívesen együttműködnének az állammal, de őket ugye nagyon rendkívül bántja az, hogy folytatják ezt az ideológiai harcot. Egyébként zárójelben ugye 1958 egy választódátum, amikor az MSZNP már külön választja az úgynevezett klerikális reakció, illetve a vallásos világnézet elleni harc, ugye a vallásos világnézettel szemben ezt a már említett macska körünkbe téve ideológiai meggyőzést próbálja használni. Egyébként a forrásokban lehet következtetni, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal értekezletein már 1957-ben többségébe kerül az a vélemény, hogy inkább az adminisztratív eszközök háttérbeszorításához kell nyúlni, és ezt a meggyőzést kell előtérbe helyezni. De most még erről a stratégiáról, amit kapok 3 percet, hogy a maga Grősz, hogy egy jelentős személyt említsek, ugye ő azt mondja, hogy sokkal hatékonyabb volna ez az együttműködés, még hogyha nagyon sok mindenben ugye nyilvánvaló, hogy ellenérdekeltek is a felek, de az, ami közös részhalmaz, ugye a béke, a magyar nép, a jólétér irányuló küzdelem, hogyha ugye a nem folytatnának ateista propagandát, ezt most szó szerint idézem, hogy mit mond Grősz, szerintem és szerintünk a szocializmus építése sokkal ütemesebben menne előre, a gazdasági építés sokkal eredményesebb volna, ha önök nem folytatnának ideológiai harcot. A munkások, parasztok, az értelmiségiek nagyobb szívvel végeznék munkájukat, és különösen az ifjúság nevelésében nem volnának ilyen problémái, nem kellene harcot folytatni a huliganizmus ellen, ha e tekintetben többet adnának az egyház tanításaira. Ugye Kállai Gyula államminiszter 1958-ban nyilatkozza, hogy eszmei harc zajlik a Magyar Népköztársaságban, és ugye erre nyilatkozza azt Peresztúci Miklós, ugye szintén egy sokat próbált békepap, a főtitkára az Országos Béketanács Katolikus Bizottságának, hogy még mindig jobb, aki ezt őszintén kimondja, mint aki atomfegyverekért megy Lourdesba zarándokolni. Tehát, és amit még szeretnék itt elmondani, elvesznék a részletekben, hogy és ez lenne egyben a záró gondolata és az előadásomnak, jól mondom, hogy idő van, Viktor, az, hogy alapvetően azért sem működhetett ez a békepapi mozgalom, hiszen maga a béke fogalom az egy totális abszurditásra épül. A katolikus szó is, meg egyéb protestáns újságok is folyamatosan a wroclawi béke tézisekre hivatkoznak. 1948. augusztus 24-én volt egy értelmiségi világtalálkozó, ahol a Szovjetunióval szimpatizáló értelmiségiek vettek részt, és ennek az volt a jelszava, hogy helyezzék törvényen kívül a háborút, és ugye maga Old Károly 1961-ben az AHL-nek az elnöke is azt mondja, hogy hatalmas tévedés, hogyha az egyházak teológiai síkon közelítik meg a béke kérdését, arról a békeharcról beszéljenek, amit a Szovjetunió képvisel. És ugye ennek következtében nagyon-nagyon sokszor elbeszél egymás mellett a kötelező béke megnyilvánulásoknál az egyház, illetve az egyházak, illetve az elvárt úgynevezett békemunka sem úgy teljesül, és amivel zárni akartam, tényleg 2 mondat engedtessék még meg nekem, az, hogy egy mindvégig feszülő ellentmondás, hogy akkor bele lehet-e nőni az egyházaknak a szocializmusba, vagy nem. Egyébként itt tényleg tele van minden ellentmondásokkal, mert az AEH belső értesítőiben, úgynevezett szakmai anyagaiban azt mondják, hogy ezt kell elhitetni a papoktól, vannak ott
papokkal vannak olyan vélemények, akik szerint ez nem káros a kiegyezéseinknek, de ugye a felső vezetés az mindvégig azt mondja, hogy ne előbb-utóbb tudatosítani kell, hogy ne higgyék, hogy belenőhetnek az úgynevezett szocialista rendszerbe. És ugye pontosan erről szól az 1958-as párthatározat, hogy ugye az egyházakat és az úgynevezett vallásos világnézetet azt hosszú távon ki kell koptatni a szocialista társadalomból, és így ez azt fogja eredményezni, hogy a jövő generációja az úgynevezett szocialista embertípus, amiről már beszéltem, az már nem is formál igényt a vallásossággal, valamint az egyházakkal való kapcsolattartásra. És a legutolsó mondatom pedig az, hogy nyilvánvaló, hogy milyen abszurditásra épül maga a békefogalom, hiszen hogyha én valakivel konfliktusban vagyok, vagy nem értek egyet, és eldöntöm, hogy békét kötünk, az olyan, az úgy sosem létezhet, hogyha az a másik fél nem csak valami zavaró átmeneti jelenségként tekint, és ugye táblataiban a deklarált célja, hogy a létemet is eltörölje a föld színéről. És most magamat törlöm el, mint átmeneti jelenségként. Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Mindenki elfáradt egy kicsit. Ha nincs, akkor lehet, hogy egy hideget ital mellett lehet ezt folytatni. Köszönjük szépen! Mm-hmm.